Sziasztok, ez itt az 50. videó ezen a csatornán, ami azt jelenti, hogy egyfajta jubileumhoz érkeztünk. Oké, nyugi, ennyire azért nem vészes a helyzet. De ahogy ígértem, ebben az adásban válaszolok a kérdéseitekre, mindjárt, de előtte jön egy kis mentegetőzés. Az egyik, hogy kiégett az egyik szobboxom, ezért kettővel vagyok kénytelen megoldani a világítást, a felső lámpám pedig annyira nem igazán mutat jól így a kamerának, úgyhogy inkább sötéten hagyom a hátteret. Na mindegy, ez csak egy technikai infó volt, a másik viszont inkább tartalmi jellegű. Ugye arról volt szó, hogy most elmentem Portugáliába egy hétre, és szerettem volna ott valami országbemutató videót csinálni, viszont mivel olyan helyeken voltam többnyire, amelyek talán a nagy közönség számára nem igazán turisztikai célpontok, meg leginkább barátaimmal találkoztam, régi ismerőseimmel, ezért úgy döntöttem, hogy hiába cipeltem el a dögnehéz laptopomat, meg a kameratáskámat, aki ez most üres, mert hogy ezzel veszem fel a videót, de ez a kettő azért egy elég jelentős tömeget képviselt a csomagomban. Igazság szerint fölöslegesen vittem el, és úgy döntöttem, hogy inkább pihenek egy kicsit, meg fotózgatok mindenfélét. Épületeket, embereket, közlekedési eszközöket, még embereket, mert hogy ezeket szeretem csinálni, csak viszonylag ritkán mutatom meg. Szóval lehet, hogy tök fölöslegesen cipeltem a laptopomat, de legalább végre hosszú idő után először úgy érzem, hogy igazán kipihentem magam. Leszámítva azt, hogy az utolsó napon elkezdett fájni a torkom, meg ilyen általános izom, fájdalom lett úrá rajtam, úgyhogy azt hiszem, hogy benyaltam valamilyen rinovírust. De aztán a repülőtéren megvettem a legújabb vizamút, ami lényegében a portugál HVG, amiből megtudtam, hogy Portugáliában hosszú idő után újra felütötte a fejét a nyugat-nílusi lázvírusa. Ezúttal az Alentejo nevű régióban, Lisszabontól körülbelül 70 kilométerre, és egészen pontosan nem a fejét ütötte fel a vírus, hanem egy lovat döntött le a lábáról. Véglegesen. Ha csak egy kicsit is hipohonder lennék, akkor valami ilyesmi gondolatmenetem lenne. Ezt a vírus szúnyogok terjesztik, és lovak és emberek is simán el tudják kapni. Szóval mi van akkor, ha egy szúnyog a pacit éppen amint kileheli a lelkét még megcsípi, majd egyenesen észak felé veszi az irányt, és Lisszabonig meg sem áll, az érkezésen pillanatában engem is megcsíp, és bár én ezt nem veszem észre, de sikeresen megfertőz ez az alattomos kis dög. Azért valljuk be, ennek nincsen túl nagy esélye, úgyhogy ezt a hipotézist rögtön el is vetettem. De mi lenne, ha? Egyébként meg, ha valóban a nyugat-nílusi lázvírusa lett volna, akkor sem lett volna különösebb probléma, ugyanis embereknél alig okoz tüneteket. De legalább egzotikus, nem? Hát igazság szerint még az sem, ugyanis a Wikipédia szerint Magyarországon az 1960-as évek óta ismert ennek a vírusnak a jelenléte. Na jó, ennyit a virológiai ismeretterjesztésről, de igazság szerint nem emiatt vettem meg ezt az újságot, hanem ezért. De az erdőtüzekről majd a következő adásban lesz szó. Szerettem volna ezt így nagyon kikerekíteni ezt a webizódot, de az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy nagy fába vágtam a fejszém, vagy nagy rönkre dobtam a gyufát, mindegy, értitek. És éppen ezért nem tudtam még befejezni azt a részt, tehát azt vagy holnap után fogom feldolgozni egy videó formájában, és majd arról elmélkedek rajta, hogy mondjuk mi köze van a koaláknak a portugál pusztító erdőtüzekhez, vagy valami ilyesmi. Na de akkor most jöjjenek a kérdéseitek, és az én válaszaim. Először is Mihály kérdezi Twitteren, hogy leginkább a Szertár YouTube online magazin podcast jövője a fő kérdés, habcik, külföldi gondolatok, ilyesmik. Mik a célok, tervek jövőre? Ez már csak azért is jó kérdés, mert hogy YouTube-on is feltettetek hasonló kérdéseket, hogy mi a helyzet a másik csatornával, oda miért nem töltök fel valamit, mikor lesz már ott valami, stb. Nos, ezek viszonylag gyakran visszatérő kérdések, kezdem a YouTube csatornával. Az a helyzet, hogy most különböző okok miatt ebbe egyelőre nem fogok belemenni, arra a csatornára nem igazán tudok feltölteni videókat, és ez a, nevezzük mondjuk kényszer leállásnak, abból a szempontból teljesen jó, hogy így legalább van egy kis időm másról is foglalkozni, kicsit más területeket is kipróbálni, és ennek látjátok az eredményét például itt is. A kísérleteket természetesen nem szeretném elengedni, hiszen az is hozzátartozik az életemhez, de mint mondtam, az is, tehát nagyon sok minden más is. És szeretném, ha egy kicsit teljesebb képet tudnék adni nektek a természettudományos ismeretterjesztős vonallal kapcsolatban. Na de mik vannak még? Tehát, hogy az online magazin, ami a szertár.com-ra vonatkozik, hát az a helyzet, hogy a WordPress-el voltak
elég komoly bugok, azoknak egyelőre még nem nagyon tudtam nekiállni, de most a következő néhány napban, hétben neki fogok állni, kicsit felturbózom ott az oldalt, hogy cikkek lesznek-e, azt nem tudom, de a podcasteket mindenképpen jó lenne oda feltölteni, ugyanis hogy sokkal jobb megosztási lehetőségek vannak, mint mondjuk a SoundCloud alatt. Úgyhogy az utóbbi, nem tudom, 4-5 adás az csak SoundCloudon volt elérhető, a szertáron nem volt meg hozzá a szokásos leírás, de ezen rajta vagyok, becsú, ezen dolgozom. A jövő a fő kérdés, tehát ezeknek a jövője. A podcastet folytatom egyelőre egyedül. Egy picit még reménykedem abban, hogy Habci visszajön talán egyszer, bár erre egyre kisebb esélyt látok. Szerintem ő most egész jól megtalálta a boldogulását a jelenlegi munkahelyén, szóval egyelőre egyedül csinálom, és vannak terveim vele, de ezeket észre fogjátok venni időben. Külföldi gondolatok, ilyesmik. Nos, azzal, hogy én most visszamentem Lisszabonba, elég erős, nem tudom, a honvágy az jó szó rá. Szóval visszavágyakozásom volt, különösen miután elmentem Portóba. Ott korábban csak egy napot töltöttem összesen, tehát körülbelül a turista látványosságokat néztem meg, most viszont két napig ott voltam, mászkáltam a városban, beszélgettem ismerősökkel, ott lakó régi barátokkal, akiket máshonnan ismertem, és igazság szerint egy nagyon-nagyon-nagyon élhető és vonzó városnak tűnik, úgyhogy egy picit elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha visszaköltöznék. Bár én elég intuitív módon szoktam ilyen döntéseket hozni, úgyhogy ez is lehet, hogy 3 hét múlva már Brazíliából fogok jelentkezni. Végül is ott is portugálul beszélnek, nem? A következő kérdés professzor Mózestől jött. Miért alkalmazod a videóidban ezt a rendkívül sok vágást, akkor is, amikor látszólag semmi nem indokolja? Indokolja valami? Mire jó? Ezt tanultad valakitől? Mi a célod vele? Ez annyira fontos kérdés lehet neki, hogy egy másik videó mellett is megkérdezte, ott valami ilyesmi volt a felvetés, hogy miért másodpercenként vágok időnként, amikor látszólag semmi értelme. Nos, nem tudom, hogy többet vágok-e, mint más valaki, aki a YouTube-ra készít videókat, de az is kérdés, hogy milyen műfajban alkotunk, milyen platformon szolgáljuk ki a tartalomkészítési igényeinket, illetve a ti igényeiteket, de a vágás többnyire nem cél nélküli, kivéve itt ebben az esetben. Bár ebben az esetben sem cél nélküli volt, hiszen illusztrálni akartam vele azt, hogy milyen lenne egy cél nélküli vágás. Na mindegy, most koncentráljunk csak a YouTube-ra, mint platformra. Szerintem alapvetően bárki készít ilyen formátumú videókat ide, alapvetően két okból vág. Az egyik az, hogy a hibákat ki lehet nyisszantani, és nem kell újra meg újra felvenni teljes egészében a jelenetet. A másik ok viszont inkább dramaturgiai. Szeretnénk valamilyen hatást elérni vele. Mondjuk van egy nagyon hosszú folyamat, és annak csak az elejét, a közepét, meg mondjuk a végét szeretnénk megmutatni, mert egyébként nagyon-nagyon unalmas és széthúzódó lenne az egész videó, ilyenkor pedig vágásokkal, meg átmenetekkel lehet szemléltetni azt, hogy bizony itt egy hosszú idő telt el. Ugyanakkor nektek nem kell végig szenvedni az egészet. Vagy például egy pillanatra a nézőt ki lehet zökkenteni mondjuk így, vagy így. És még ezer más módon, de most nem sorolok fel minden egyes lehetőséget, ha akarjátok, akár egy külön videóban is összeszedhetem ezeket, bár nem tudom, hogy én vagyok-e az, akinek ez leginkább a profiljába vág. És hogy tanultam-e ezeket valahonnan, nos, azt hiszem erre igen a válasz, bár nem jártam kifejezetten suliba ezzel kapcsolatban. Az is igaz viszont, hogy még annak idején, amikor a szertárt elkezdtem nagyon-nagyon régen, 10 évvel ezelőtt, volt olyan filmes barátom, aki javasolt különböző dolgokat, hogy mit, hogyan lehetne másképp csinálni. Úgyhogy neki egyébként a mai napig nagyon hálás vagyok. Viszont utána pedig elkezdtem nézni különböző filmeket, reklámokat, azokból rengeteget lehet tanulni, meg más youtubereknek mondjuk a videóit, és megnéztem, hogy ők hogy oldanak meg különböző dolgokat. Ha pedig valami nagyon megtetszett, akkor letöltöttem ezeket a filmeket, és kockáról kockára végignéztem, és megpróbáltam én is reprodukálni azokat. De ennek szerintem ti is láttátok nyomát különböző videóimban. Szerintem ez azért jó, mert én se unok bele, tanulok különböző új dolgokat, és az végeredményben egész nagy öröm, amikor új dolgokat lehet tanulni. Ehhez kapcsolódik Bendegúz kérdése, aki azt teszi fel, hogy mivel vágod a videóidat. Nos, ezt nagyon röviden is meg lehet válaszolni egy KDN Live nevű programmal, hogyha egy kicsit hosszabban bele szeretnék menni, hogy miért open source, szabad szoftvereket használok, akkor inkább talán érdemes meghallgatni az ezzel kapcsolatos podcast adást.
ahol épp a szabad szoftvereknek a különböző aspektusait jártuk végig. Egyébként nagyon szeretem ezt a programot, mert rendkívül sokoldalú, és ha az ember hozzászokik a működéséhez, megtanulja a csinyát-binyát, akkor utána már tényleg gyerekjáték vele vágni. The Rainmaker 90 írta egy egész hosszú kommentet, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, nem megyek bele részletesen, de nagyon jól esett a visszajelzés, amiket adtál. Viszont a kérdés a következő, hogy milyen olvasnivalót, könyv vagy folyóirat vagy dokumentumfilmet, ami elérhető magyar nyelven vagy felirattal, ajánlanál annak, aki felnőttként, laikusként érdeklődik a különböző reáltudományok iránt, legyen szó akár matematikáról, akár fizikáról, stb. Nos, azt hiszem ez az egyik legnehezebb kérdés, ugyanis be kell, hogy valljam, hogy az utóbbi időben nem nagyon olvasok semmilyen folyóiratot célzottan. Régen járt nekem több minden, de aztán egyszerűen az internet korában leszoktam róla. Amit én csinálok, az, hogy fel vagyok iratkozva a rengeteg Twitter csatornára, ahol ugye jönnek a hírek, ha van valami érdekesebb, akkor annak kapcsán jutok el egy adott cikkhez, és akkor úgy kezdem el olvasgatni ezeket. Tudom, hogy itt most valami konkrét folyóirat címet kellene mondani, hogy az élet és tudomány mennyire jó és olvasd. Egyébként valószínűleg tényleg jó, úgyhogy lehet olvasni, csak az a helyzet, hogy azt sem olvastam nagyon-nagyon régóta, pont az előbb említett okok miatt. A filmekkel nagyon hasonló a helyzet, bár itt szerintem tudok konkrétumot is mondani. A BBC Horizon című sorozata nekem például nagy kedvencem. Ott különböző természettudományos témákat járnak körül, minden epizódban valami mást, és tényleg nagyon változatos témákat. Egyébként én úgy kerültem kapcsolatba ezzel a sorozattal, hogy néhány epizódot én kaptam meg fordításra, és ennek kapcsán megtetszett a sorozat, úgyhogy elkezdtem keresni a többi részt is, úgyhogy ami fellelhető, azt próbáltam fogyasztani. Nekem itthon nincsen tévém, tehát nem tudok nézni mindenféle csatornát, de úgy tudom, hogy a Diginek a természettudományos ismeretterjesztő csatornáján ezek az adások nézhetők, úgyhogy azokat tudom javasolni mindenképpen. De szerintem támaszkodjunk most a közösség erejére, úgyhogy ha vannak olyan filmek, könyvek, folyóiratok, amelyeket tudnátok javasolni magyar nyelven, hogy tök jók ismeretterjesztésre, azokat írjátok meg kommentben. Máté Győző több kérdést is feltett, az egyik, hogy lesz-e még szertár, erre szerintem válaszoltam korábban, a másik pedig az, hogy tudok-e, szeretek-e főzni. Nos, szerintem kevés dolog van, amire azt mondom, hogy szeretem, és jó is vagyok benne, de a főzés például szerintem ilyen. Igen, egész jól főzök. Igazság szerint el is kezdtem valamikor írni egy ilyen tudományos szakácskönyvet, ami nem úgy lett volna tudományos szakácskönyv, hogy leírom, hogy mitől kell meg a tészta, vagy miért barnul meg a hús sütés közben, vagy ilyesmi, hanem inkább végigfőztem egy heti menüt, és minden kajánál, ami főzés közben eszembe jutott valamilyen tudományos koncepció, nyilván az adott kajával kapcsolatban valamennyire, de elég szabadon értelmezve, abból lett volna egy ilyen nagyon olvasmányos jellegű könyv. Ezt elkezdtem, angolul meg is írtam, körülbelül 3-4 napnyi recept elkészült, viszont egy nagy váltás volt az életemben, úgyhogy ezt soha nem fejeztem be. Valahol így félkészen ott van ma is a számítógépemen. Az lett volna a címe, hogy hashtag sült krumpli, vagyis angolul szóval hashtag french fries. Hát ki tudja, lehet, hogy egyszer még befejezem. Az utolsó kérdése Máté Győzőnek pedig az volt, hogy mi volt az iskolában az a tantárgy, amit legjobban szerettem, illetve amit legjobban utáltam. Ez egy nagyon jó kérdés, amire lehet, hogy nem tudok egyértelműen válaszolni. Az biztos, hogy a biológiát nagyon szerettem, a fizikának is bizonyos részei nagyon lekötöttek, szerettem a magyar, a különböző nyelvórákat, különösen azokat, amelyek nyelvi tanárokkal voltak, de voltak kiváló egyéb tanáraim is, akikre nagyon fel tudtam nézni, akár angolon, akár németen. Volt egy nagyon cuki latin tanárunk, akit imádtunk, és miatta szerettem azokat is. Lehet, hogy ezek miatt szeretem egyébként annyira a nyelveket. És hogy melyiket utáltam? A törit. Nem a tanár miatt, azt szeretném hozzátenni, hanem egyszerűen szerintem nem voltam érett arra, hogy felfogjam tizenvalahány évesen, hogy mit jelentenek azok, hogy több évszázadnyi távolságban kéne átlátni dolgokat, összefüggéseket. Nagy ívét értettem valamennyire a történelemnek, és ez tökre érdekelt is, hogy eljutott a civilizáció innen ide, de az, hogy közben ki kivel hadakozott, milyen király, hol... Egyszerűen az sose értettem. Tudom, ilyenkor mindenki megkérdezi, hogy mit kell a történelmen érteni, azt egyszerűen meg kell tanulni, de szerintem azt igenis érteni vagy átérezni kéne, bennem meg ez a készség nem volt meg. Egyébként valószínűleg a mai napig sincsen meg, hát
Ez van. Ennyi volt mára, köszönöm a kérdéseiteket, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következő erdőtüzes adást, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig ezt YouTube-on teszitek, akkor nyomjátok meg azt a kolomformájú ízét is, hogy kapjatok értesítést arról, hogy az mikor jelenik meg. Egyébként vélhetően holnap vagy holnap után fogom majd feltölteni. Majdnem kész vagyok vele, ennyike hiányzik. Szóval, ha bármilyen megjegyzésetek van, akkor azt várom kommentben a videó alatt. Egyébként pedig legyen egy gyönyörű szép napotok. Sziasztok!